Az elmúlt évad vége és a nyár is sikereket hozott a Móricz Zsigmond Színház életében. Hangzott el az évadnyitó társulati ülésen. Kirják Róbert, a színház ügyvezetője elmondta, a Tolzajos Magány című előadás részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, főszereplője Horváth László Attila Básti Lajos díjat kapott. A szabadtéri nyár 9 előadásának bevétele több mint 19 millió forint volt. A támogatóknak és a pályázatoknak köszönhetően idén is folytatják majd nevelési és akadálymentesítési programjukat, és várhatóan több helyszínre eljutnak Hrabál, Pécsen is sikert aratott művével. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat fenntartóként továbbra is támogatja a teátrum működését. Az igazgatói pályázatról októberben dönt a megyeszékhely közgyűlése. A premierek mellett olyan vendégelőadásokat is láthat majd a nagyérdemű, amelyek a 35 éves évfordulóra érkeznek. Vendégül látjuk a Szatmár Németi Színháznak a Mágnás Miska című előadását, illetve a Nemzeti Színház Vitézi Lélek című előadását. Bízunk benne, hogy ez a két előadás olyan különleges lesz, hogy a nyíregyházi nézőknek is emlékezetesebbé teszi a 35. évfordulóját az önálló társulatnak. Az első nagy színpadi bemutató a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical lesz, amely az 1973-as Víg Színházi bemutató óta siker a hazai színpadokon. Ladányi Andrea koreográfus szerint a nyíregyházi közönség igazi 21. századi képi és hangzásvilágban ismerheti meg ezt a mára már klasszikussá lett darabot. Én nagyon szeretek a korral haladni. És borzasztóan, de meg akartam tanulni, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban melyik azok a tánc irányzatok, meg stílusok, amik a maiak, amikben természetesen van lassú, szépség, páros dolgok, úgyhogy ebben a világban kívánom feltenni, és azt gondolom, hogy nagyon méltó lesz ahhoz, hogy egy mű fent tud maradni most már a 43. éve. Az első bemutatókat október elején tartják majd, de a színház szerelmesei addig sem maradnak élmény nélkül, hiszen pénteken már elkezdődik a 15. Vidor Fesztivál.